csak a szereted az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd, más a fájdalmát. Bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az érevésed jelzés, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldod itt te föl. A hömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövő. Minden hozzá fűz, álma benne. Pannoniád a gyermekkórus a zsámbéki romtemplomnál varázsolt. Bicskei, Vértes-Boglári és Mányi diákokból álló énekkar ismét megmutatta, micsoda tehetség rejtőzik bennük, és énekeikkel újfent elvarázsolták a közönséget. Nyár, kert, csönd, dél. Ég, föld, fák, szél. Médöng, gyíkvár, pókring, légy szál. Jó itt. Nincs más, csak a kis ház. Kint csönd és fény, bent te meg én. Engedjék meg, hogy egy pár mondatban a gyermekkórust bemutassam önöknek. 2017-ben egy énektanár gondolt egy nagyot, és mivel 4 gyermek édesapja, valahogy szerette volna megoldani, hogy ne csak a telefonokat nyomkodják a gyerekek. Ahogy Karnagy úr mondta, elkezdett énekelgetni. Kedves feleségével, Fazekas Orsolyával addig énekelgettek, amíg egy gyermekkórus jött létre. Az elmúlt 7 évben igen szép ívet jártak be, többek között jártak már a Szent István Bazilikában, a Tihanyi Apátságban, és sorolhatnám még. 2017-ben, amikor megkereste Bicskeváros polgármesterasszonyát, Bálint Istvánnét, hogy lett egy gyermekkórus, akkor polgármesterasszony annyit kérdezett, hogy miben segíthetek. Az elmúlt 7 évben fő támogatója volt Bicskeváros önkormányzata és polgármesterasszony a gyermekkórusnak. Köszönjük szépen! Ma este pedig köszönjük, hogy vendégül látja ezt a gyermekkórust és a vendégeket, Zsámbék, és köszönjük Horváth Lászlónak, aki Zsámbék polgármesternek, aki sajnos betegség miatt nem lehet itt, de Balázs Mónika Csilla fogja az ő szavait önöknek elmondani. A 3 település, Zsámbék, Mány és Bicske volt a főszervezője ennek a rendezvénynek, a művelődési házak, illetve a polgármesterek. Bicskeváros polgármester Bálint Istvánné, Zsámbék Horváth László és Varga Mihály Mány polgármestere. A művelődési házak vezetői Balázs Mónika Csilla, Mányi művelődési ház vezetője Vései Vera és a Bicskei intézet vezetője Takács József. Köszönjük a segítségüket! Aki ezek a nagyon szép előadások között önöket fogja egy kicsit még kalagúzolni, Popovics Adrián, aki ugyancsak az első pillanattól kíséri a gyermekkórust.
Az esemény házigazdája Vince Zita volt, a programon köszöntőt mondott Bálint Istvánné, Bicskeváros polgármestere. Megkülönböztetett tisztelettel gyógyulást kívánok innen Horváth Lászlónak, és egyben köszöntöm Varga Mihályt, Mány polgármesterét. Kedves vendégek, kedves szülők, kedves gyerekek! Nagy örömmel és büszkeséggel köszöntöm most Önöket ezen a különleges estén, ahol a Pannóniád a gyermekkórus előadásának lehetünk részesei. Ez az alkalom nem csupán egy zenei bemutató, hanem egyben ünnep is, mely bemutatja, ahogy már Zita is mondta, hogy 2017 óta hova jutottak Ricsi bácsi, ahogy a gyermekek hívják, és a fiatal tehetségek, és a háttérben helyet foglaló szorgalmas segítők. A Pannóniád a gyermekkórus nem csupán egy énekkar, sokkal több annál. Egy közösség, amely arra használja a szabadidejét, hogy együtt legyen, énekeljen és énekével örömet szerezzen egymásnak és azoknak, akik hallgatják. Egy közösség, ahol nem elkalódnak a tehetségek, hanem továbbfejlődnek, miközben koncertjeikkel lassan bejárják az egész országot. Az idejében jártak már a Győri Székesegyházban 120 gyermekkel, és eljutottak Székesfehérvárra is, ahol 130 gyermek énekelt. A Pannóniád a gyermekkórus számára fontos, hogy Isten házában tanúbizonságot tehetnek a zene és a hit formáló, összetartó erejéről. Hosszan lehetne még sorolni az elmúlt hét esztendőben, merre is léptek már fel. Zita már említett egy-kettőt, de engedjék meg, hogy én is még felsoroljak. Voltak Pannonhalmán, és ahogy Zita is mondta, a Tihanyi apátságban, a Debreceni nagy templomban és a Szent István bazilikában. Csak hogy néhány helyszínt említsünk az egyházi nagy helyekről. De énekeltek már több alkalommal Bicskén és Mányon, amikor ahonnan is a kórus elindult, ami a bölcsőnek számít. Bárhol léptek fel, hangjukkal simogatták mindig az emberek szívét. Az elmúlt hónapok során rengeteg munka, kitartás és szenvedély kellett ahhoz, hogy a mai előadás majd sikeres legyen. A fiatalok a próbák során nem csak a dalokat sajátították el, hanem megtanultak együttműködni, odafigyelni egymásra, és közösen alkotni valami különlegeset. Ez a közösségépítő munka minden pillanata hozzájárult ahhoz, hogy ma este egy csodálatos előadásban lehessen részünk. Vértes Boglár, Bicske, Mány. Ezek a gyermekek lesznek ma, akik elkápráztatnak bennünket. Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt én is a kórus alapítójának, Illés Rihárdnak, aki az idei esztendőben polgármesteri elismerést vehetett át Bicske városában, ezért a közösségért végzett önzetlen munkájáért. És támaszának, segítőjének, feleségének, Fazekas Orsolyának, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy ezek a gyermekek kibontakoztathassák tehetségüket. Nélkülük nem élt volna meg ennyi időt és élményt ez a gyermekkórus. Mint ahogy ha nem lennének a háttérben közreműködő, segítő pedagógusok, felnőtt hangszeres kísérők és a teljes hangosítást és fénytechnikát biztosító háttéremberek, illetve a fellépések örökös háziasszonya, Vince Zita. Külön köszönet illeti részemről is a szülőket, akik mindig a Pannóniáda mellett állnak és támogatják a gyerekeket minden próbán és fellépésem. Elnézést, most egy kicsit hátat fordítok. Kedves gyerekek, most hozzátok szólok. Ti vagytok az est igazi sztárjai. A szorgalmatok, a lelkesedésetek példaértékű, és mindannyiunk szívében örömet hoztok a dalokkal, bátorítalak benneteket, hogy soha ne adjátok fel álmaitokat, és mindig kövessétek a szívetek hívását. A zene egy olyan csodálatos nyelv, mely összeköt bennünket, és ti mindannyian hozzájárultok ahhoz, hogy ez a világ egy kicsit szebb legyen. Most, amikor a Zsámbéki Romptemplomnál állunk, különösen fontos szerep vár rátok. Építeni fogtok.
de nem habarcsból és téglából, hanem a hangotok és a zene által, ami a szívünkben és a lelkünkben itt marad, és felemel mindannyiunkat. Vas Albert szerint, valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon, egy pillangó száll föl a levegőbe, és viszi hírét a Jóistennek. A hangok által most majd rengeteg pillangó száll fel az égbe, amit köszönünk nektek, gyerekek. Kérem, fogadják sok szeretettel a Pannoniáda gyermekkórus koncertjét. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek. Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak. Hogy összekössek, ahol széthúzás van. Hogy reménységet keltsek ott, ahol kétségbeesés van. És fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik. Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Assisi Szent Ferenc.